Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Ki az, aki nem elégedett? Ezt tegye fel a kezét. Ki az, aki elégedett? Ki az, aki tartózkodott? Oké. Szóval ugye azt látom, hogy nem vagyunk elégedettek. És mi baj van a jelenlegi világgal? Hát most ez a világ, amiben vagyunk, ez jobb, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt, vagy rosszabb? De mi a jobb, konkrétan? Például személyre tudom lebontani, hogy én is jobban élek, mondjuk, mint a legalább minden tekintetben, mint 4 évvel ezelőtt. Aha. És az azt jelenti, hogy neked jobb, és a többieknek? Hát olyan Krisztóf is tapasztalom, azért mondtam azt, hogy lehetne ezt mérlegelni, hogy kinek jobb, kinek rosszabb. Mert ugye én azt látom, hogy a lakosság nagy részének rosszabb, nem? Tehát mit tudom én, mondjuk mi 1 év alatt nőttünk annyit, mint előtte 9 év alatt, úgyhogy mondhatnánk, hogy nekünk baromi jó, de az most egy dolog, hogy nekünk milyen. Nem az a lényeg, hanem hogy az emberek többségének milyen. Nem? Tehát én úgy gondolom, hogy mindig az a lényeg, hogy az emberek többségének milyen, és nem az a lényeg, hogy egyeseknek milyen. Nem? Tehát, és ha a többséget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a többségnek nem jobb, hanem rosszabb, sőt nem kicsivel rosszabb. Hát most gondoljunk csak az inflációra. Tehát az, hogy mit tudom, hetente emelkednek az árak, az valakinek jó. Ki az, akinek jó itt a teremben, vagy Skype-on, hogy hetente emelkednek az árak? Hm? Mikor volt olyan, hogy hetente emelkedtek az árak? Emlékeztek valahol arra? A saját életünkbe? Én nem emlékszem. Nem volt olyan. Sose volt olyan. Akkor te rosszul emlékszel. Olyan, hogy hetente emelkednek az árak. A legnagyobb infláció, az 36%-os infláció volt a 90-es évek közepe előtt. Így van. Így van. Akkor volt a legnagyobb infláció. Ugye az én nem mostani életemben, hogy az előbe. Az előző részében, tehát nem a mostaniról beszélek, és az a 36%-os inflációval nem volt olyan áremelkedés közel sem, mint most van, ha visszaemlékeztek. Tehát próbáljuk reálisan látni azt, hogy milyen világban élünk. Azért kellene reálisan látni a jelen világot, mert gondold végig, hogyha ilyen mértékben romlás van, akkor mi várható? De nem az a lényeg, hogy mi van, hanem mi várható. Mert ugyanis az emberek azok érdekesen működnek, például úgy, hogy addig hallgatnak, míg tele a hasuk. Tehát addig vannak nyugton, míg tele a hasuk. Na most ezzel még olyan nagy gond nincsen, ha megnézitek. De ha így halad tovább, akkor mi lesz ebből? Hm? Tehát most gondoljátok végig, ugye ez az infláció mit okoz? Például mondjuk ez az árstopp, ez mit okoz? Tehát ha megnézitek, a benzin árstopp az azt okozta, hogy egy csomó kis benzinkun tökre ment. Tehát ez alatt az időszak alatt be kellett zárniuk, tönkre mentek gyakorlatilag. Jó, azt most megszüntették, de van egy élelmiszer árstopp, ami azt jelenti, hogy a végig gondolod a kiskereskedőket, akik kisboltokban árusítanak, azok jellemzően pont azokat a termékeket árusítják, ami árstopp van. Az most mind tönkre megy. Mind. Maradnak a nagyok. Na most gondold végig, árstoppos termékeknek alapanyagot nem lesz érdemes termelni. Tehát árstoppos termékek alapanyagait
nem lesz érdemes termelni. Érted? Mert az ástoppos termékből valaki valamilyen kis hasznot akar, vagy nem akar veszteségesen termelni, akkor neki olcsóbban kellene venni a terméket, az alapanyagot, érted? De vajon a termelők fogják adni olcsóbban? Nem. Ami azt jelenti, hogy ki fogja megvenni az alapanyagokat, például a kenyérhez mondjuk a búzát, hogyha ástopozzák a kenyeret, vagy mondjuk a lisztet már ugye ástopozták. Tehát ki fog akkor búzát termelni, gondold végig. Tehát ezzel gyakorlatilag tönkreteszik a kis termelőket, érted? A nagy gazdaságokat nem teszik tönkre. Miért? A nagy vállalatokat nem teszik tönkre, mert azoknak van tartalékuk. Azok túlélnek ebben az időszakban. De a kis cégek, a kis vállalkozások, mit tudom én, akik pár tíz vagy egy-kétszáz hektáron gazdálkodnak, azokat simán tönkreteszik. Miért? Hát nagyon egyszerű. Arra megy ki a játék, hogy gyakorlatilag ahol csak megtehetnék, ne termeljenek. Tehát amire befolyásuk van országokra, azt mondom, hogy megtehetnék, tehát nem minden országra van befolyásuk, ránk van, az EU-ra van befolyásuk, méghozzá nem is kicsi. Ami azt jelenti, hogy például az EU-ban azt akarják elérni, hogy az egész élelmiszer termelés az három cég bonyolítsa le, az egész EU-ban, három cég. Sőt, ugye az a tervezet, hogy a világon az egész, vagy az élelmiszertermelés nagy részét az három cég bonyolítsa le. Érted? De ahhoz tönkre kell tenni mindenki mást, minden kisebbet, mint ők. Érted? És ha a kezükbe kaparintják az élelmiszertermelést, akkor szerinted milyen kaját fogsz enni? Érted? Mi lesz abba a kajába? Milyen mérgeket fognak belerakni? Tehát gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol lehet látni, hogy mifelé haladunk. Ez nem utópia, gondolkodj! Gondolkodj! Érted? Miért teszik tönkre a kicsiket? Hát nehogy normális élelmiszert termeljenek, érted? A nagyok azok sose fognak már normális élelmiszert termelni, azt felejtsd el. Nekik az az érdekük, hogy minél olcsóbban, minél több műanyag révén termeljenek élelmiszert. Hát azt tudod, hogy régen feltalálták a műtojást. A Kínában már forgalmazzák már sok éve a műtojást, érted? Ami tyúkat nem látott. És úgy néz ki, mint a rendes tojás. Érted? Tehát kicsit reálisan kellene látni, lehet, hogy egyeseknek megy, igen, de mi lesz? Honnan veszem majd élelmiszert, hogyha három cég kezébe lesz az EU élelmiszer ellátása? Tehát ha megnézed az EU-t, gyakorlatilag azt csinálja, amit fütyülnek neki, mintha abnormális, buta emberek állnának az EU élén. Érted? Hát gondold végig, a szankciók, amit a háborúval szemben csinálnak, a háborúzó oroszokkal szemben csinálnak. Az nekünk, európaiaknak, EU-soknak, mert mi szankcionálunk, csak, meg az USA, meg még egy-két ország. Érted? Azoknak a legrosszabb, az oroszok meg röhögnek a markukba. Szó szerint. Tehát mit tudom, India felé, nem is tudom, 350%-kal növelték meg azóta az exportjukat, mióta szankcionálnak az EU. Érted? Azt India a világ legnépesebb lakossága, már nem Kína. Már India. Na most onnantól kezdve mondom, az oroszok röhögnek a markukba. Minden szankció minket sújt, európaiakat. Hát át kellene látni. Tehát engem nem érdekel, megmondom őszintén, mert az, hogy milyen szankciók vannak, én ezt megoldom, érted?
de a lakosság nagy része nem. Tehát nem az a lényeg, hogy nekem milyen, hanem az a lényeg, hogy az emberek többségének milyen, érted? Tehát szó szerint én nekem úgy tűnik, mintha ki akarnák írtani az emberiség javát. Ez nem utópia. Oké, olyan oltásokkal beoltottak milliárdokat, amiben nem tudják az emberek mi van. Hát abnormális. Hát gondold végig. Ez meg se lehet tudni sehol, hogy mi van egy oltásban. Bármilyen gyógyszert beveszel, hát meg tudod nézni, mi van benne, érted? Milyen mellékhatása van? Na, akkor az oltással kapcsolatban mit tudsz? Milyen mellékhatása van? Hol olvastad a mellékhatását? Hol olvastad azt, hogy mit tartalmaz? Hm? Mi ez, hogyha nem népirtás kezdete? Mi az, mikor azt csinálják, amit akarnak, érted? Azt tesznek bele a dolgokba, amit akarnak, érted? Mi lesz a lakossággal? Ki kell írtani az emberiséget, vagy mi van? Vagy az emberiség jó részét? Reálisan kellene látni, attól, hogy a, mit tudom én, az 1%-nak, vagy a 3%-nak, vagy a 10%-nak jó, és mi van a 90-nek? Hm? Mi van azokkal? Nem az a lényeg, hogy mi van az 1%-kal, meg mi van a 3-mal, meg mi van a 10%-kal, hanem az a lényeg, mi van a 90%-kal, vagy a 97-tel, vagy a 99-tel. Oké? A többséggel mi van? És ha megnézed, minden infláció a történelemben úgy működött, hogy tönkretette a lakosság életszínvonalát. Minden infláció. Vagy nem ismered a történelmet? És ez az infláció, ez ne hagyja azt itt, hogy ezt lezárják. Hát megnézed, ugye mit csinált a dollár? Elkezdődött a háború, és így ment fölfele. És most mit csinál a dollár? Így megy lefele. Már lassan azon a szinten van, mint volt. Megnézted ezt egyáltalán? Tehát ami azt jelenti, hogy a dollár folyamatosan veszti az értékét. És a dollár a világpiac meghatározó valutája. Ha tetszik, ha nem. És úgy emelkedett a dollár, hogy közben Amerikában infláció volt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a dollár értéke a többi valutához képest úgy emelkedett, hogy közben Amerikában infláció volt, nem is kicsi. Tehát szokatlanul nagy. Ugye infláció mindig van, csak nem mindegy, hogy 1-3% vagy a fölött van. Érted? Tehát körül kellene egy kicsit nézni, hogy mi van a világban. És a dollár pedig, mit tudom én, hány, 3 hónapja vagy mióta elkezdett zuhanni. És folyamatosan zuhan. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye akkor Amerikában még nagyobb infláció van, minél nagyobb a pénzromlás, annál nagyobb az infláció. Tehát az infláció és a pénzromlás az abszolút összefügg. Egymástól függ a két dolog. Ahol infláció van, ott pénzromlás van, ahol pénzromlás van, ott infláció van. Oké? Tehát mi lesz az emberekkel? Mit tesznek az emberek? Tehát most még vannak tartalékaik, most még ugye viszonylag elég a fizetésük, de mi lesz, ha nem lesz elég? Mi lesz, ha elfogy a tartalék? Tehát egy olyan világban kellene élni, ahol nem ilyen dolgok vannak, nem? Egy olyan világ kellene az embereknek, ahol az emberek boldogok. Vagy nem ezért születtünk? Azért születtünk, hogy szenvedjünk? Hát azt, ha azt gondolod, hogy azért születtek az emberek, hogy szenvedjenek, akkor te bolond vagy. Ennyit tudok mondani. Hát nem azért születtünk, hogy szenvedjünk. Azért születtünk, hogy boldogan éljük az életünket. Vagy te nem ezért születtél? Hát akkor szenvedj, ha nem ezért születtél. Jó, tehát
Ugye azt gondolják emberek, hogy a túlélés, vagy a minél több pénzköltés az életük értelme. Vagy rosszul látom? Most gondold végig, és jött a karácsony. Nem azt mondom, hogy túl vagyunk egy nagy infláción, tehát ugye az elmúlt egy évben szerintem volt legalább 50%-os infláció. Tehát legalább itt Magyarországon. És az azt jelenti, hogy átlagosan az árak legalább emelkedtek 50%-kal. Oké? De az emberek nem gondolkodnak, hogy lehet, hogy nem ajándékozni kéne egymásnak, hanem szeretni egymást karácsonykor. Tehát legalább karácsonykor. Tehát tudod, mit jelent az ajándékozás? Hogy megvenni a másik szeretetét. De szeretetet nem venni kell. Soha nem csinálták ezt az emberek. Az emberek szerették egymást, és nem megvették a másik szeretetét. Most az embereket rávették arra a fogyasztói társadalomban, hogy vegyék meg mások szeretetét. Tehát ahhoz, hogy az ember, mit tudom én, megél egy karácsonyt, az miért? Azt hallottam, hogy az a vásárlás ünnepe. Én azt hallottam, hogy az a szeretet ünnepe, nem? És az emberek, annak ellenére, hogy megéltünk mondjuk egy év alatt 50%-os inflációt, bevallottan is már vagy 20, mit csinálnak? Költekeznek. Vagy nem, rosszul látom? És mi lesz utána, ha elköltik a pénzüket? Mi lesz velük? Tehát egy érdekes világban élünk, át kellene látni ezeket a dolgokat. Nem, az élet értelme nem a pénzköltés, nem a túlélés, hanem akkor nézzük meg, hogy micsoda. Jó? De először is nézzük meg, hogy mit csinálunk. Képzéseket tartok 93 óta. Tehát embereket képzek 93 óta. Ez 29 éve. És kaptam egy küldetést ezzel kapcsolatban, közben, mióta emberekkel foglalkozom, hogy kellene egy másik társadalmi formának lenni ezen a bolygón, mert az emberiség ideje lejárt 2012. december végével, tehát december 22-vel. Ha arra visszaemlékszel, akkor sokan mondták azt, hogy világvége. Ez tényleg világvége volt. Egy korszak vége, és most van egy átmeneti korszak, és 2035-től viszont egy új korszaknak kellene lenni. Ezt honnan kaptam? Ezt fentről kaptam. Attól, hogy te nem tudsz kommunikálni a fentiekkel, az a te személyes problémád. Én hála Istennek tudok. Oké? És ugye egy látomás formájában jött ez éjszaka. Az, hogy vállalom-e a csapatommal természetesen. Mivel én vezetem a csapatomat, ezért a csapat nevében is vállaltam. Az, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Miért? Évtizedek óta mondom, olvastam proféciákat a magyarságról, hogy miért lesz, miért ilyen az élete. Tehát a múltban írták, hogy miért lesz olyan élete. Tehát miért lesz átok rajta, stb. Stb. Tehát minden gyönyörűen le van írva a múltban, hogy mi várható, pont az lett egyébként, ami várható. És az is le van írva, hogy ez idő tájt,
elindul egy tudás, egy magasabb rendű tudás az emberiség számára, amely létrehoz egy újfajta társadalmi formát. Egy olyan társadalmi formát, ahol az emberek boldogan élnek. Ezt a társadalmi formát aranykornak nevezik. Nem tudom, tudod-e, hogy az emberiségnél van vaskor, van bronzkor, van ezüstkor, és van aranykor. Ami azt jelenti, hogy nem fém megmunkálásról beszélek, hanem ciklikusan változik. Az vaskor után mindig aranykor jön, az aranykor után ezüstkor, ezüstkor után bronzkor, a bronzkor után vaskor, és a vaskor után pedig megint aranykor. És az emberiség ciklikusan ezt átélte már sokszor. És ugye a vaskor ideje lejárt. Amikor nem sikerült aranykort létrehozni a bolygón, akkor fogták és törölték az emberiséget. Ezt már megcsinálták 6-szor. Oké? Most azért nem törölték az emberiséget, mert sok a jó ember. Csak az a baj, hogy a jó emberek alszanak. Szó szerint. Mert elaltatják őket. Szó szerint elaltatják. Mivel? Pénzzel. Altatják el őket. Szó szerint. És ahhoz, hogy felébredjenek a jó emberek, az kell, hogy elfogjon a pénzük. Világos ez? Mert addig, míg van elég pénzük, addig szúnyogálnak, alszanak. Csipke Rózsika álmot alszanak. És mondom, ahhoz, hogy felébredjenek a jó emberek, az el kell, hogy fogjon a pénzük. Na, ezt a világot kezdtük el élni. És ha te nem látod azt, hogy fogy az embereknek a pénzük, én meg majd mondom előre neked, ugyanis én rengeteg dolgot megjósoltam az elmúlt 25 évben, és mind bejött. Ezt a 2020-as márciusi dolgot is megjósoltam, igaz, hogy áprilisra jósoltam. Tehát 2 héttel hamarabb jött. Oké? És minden olyan jóslatom, ami a jövővel kapcsolatos, az meg mind bejött. Oké? Azért, mert nekem előre megsúgják, hogy mi várható. Ilyen egyszerű. Nehogy azt gondold, hogy mit tudom én, Nostradamus az magától találta ki a jóslatait. Azt fentről megsúgták neki. Világos ez? Tehát a fentiek tudják, hogy mi a jövő, mert a jövő pontosan kiszámítható. Vagy majdnem tökéletesen pontosan kiszámítható, az emberek működése véget kiszámítható. Tehát nehogy azt gondold, hogy egy feltaláló az olyan baromi okos, hogy képes nem létező dolgokat, a Földön addig nem létező dolgokat feltalálni. Nem. Egyszerűen leküldik neki információként. És a legtöbbnek álmában küldik le. Nem hiszed? Nézz utána. Nézz utána például Teslának, elmondja. Hát most már nem, de akkor elmondta, ugye életében, hogy ő kapja az információkat. És az összes feltaláló így működik, csak tudod miért nem vallják be? Mert akkor kiröhögnék. Érted? Ilyen egyszerű. Szó szerint. Ezért azt mondja, hogy ő. Hát az egójának gondold végig, milyen baromi jó jön, hogy ő találta ki, mert ilyen szuper okos. Közben leküldték neki az információt. Tehát minden olyan találmány, ami előtte a Földön még nem volt, az mind leküldött információ. Na most akkor onnantól kezdve biztos nem léteznek ezek a dolgok. Tehát nem létezik olyan, hogy embereknek van kapcsolata Földön kívüli, mondjuk isteneknek nevezhető lényekkel. Akkor nem létezik. De akkor te miért nem találtál ki már dolgokat? Vagy miért nem jósoltál meg jövőt? Ha nem létezik. Mert neked nincs ilyen kapcsolatod, ilyen egyszerű. Oké? Nekem meg van. Nem volt mindig. Gyerekkoromban volt, kisgyerekkoromban. Majd azt utána nem volt, mert lebeszéltek róla, hogy ilyen létezik. Azt utána megillett. Oké?
Egyébként neked is volt ilyen képességed gyerekkorban. Csak lebeszéltek róla a szüleid. Hidd el. Biztos vagyok benne. Jó, szóval lényeg az, hogy aranykornak kell lenni 2035-re, tehát már 2035 az az aranykor éve, kell hogy legyen, tehát 2034 év végéig. És a jóslatokban az szerepel, hogy ez idő tájt a Kárpát-medencéből indul el a magasabb rendű tudás, amely elhozza az emberiség számára a boldogságot. Oké? Én ebben hiszek. Te meg azt hiszel, amit akarsz. Oké? És én ezért teszek, hogy ez megvalósuljon. És amikor először hallottam ilyenről, ilyen, illetve olvastam ilyen jóslatot, azt mondtam, hogy na ez az. Ez a küldetésem. Érted? És ez nem egy ember küldetése. Egy ember nem tudja az emberiség számára elvinni a tudást. Sok ember kell. Nagyon sok ember. Tehát, hogy a bolygón az egész emberiség számára kivétel 20% aranykor lehessen, ahhoz kellene 320 millió tanító. 320 millió tanító. Érted? Az nem kevés. És az azt jelenti, hogy ha számolgatsz, ugye a 20% 20%-a az a tanító. Jó? De ugye leveszünk az emberiségből 20%-ot. Miért? Mert azok az antiszociális elnyomók, azok a taníthatatlanok, fejleszthetetlenek. Marad 80%, az is, mit tudom én, 6 milliárd 400 millió ember. Az se kevés. És annak a 20%-a, és annak a 20%-a. Tehát magyarul egy tanítóra 25 tanítvány jut. Ez nem olyan sok, ha megnézed. Az azt jelenti, hogy van akire kevesebb, tehát nem mindenkire 25, van akire kevesebb, van akire több. Na most egy kérdés van. Te mi akarsz lenni? Tanító vagy tanítvány? Nyilván először tanítvány az ember ahhoz, hogy tanító lehessen. Ugyanúgy voltam én is. Én milliókat áldoztam a tudásomra, szó szerint. És éveket természetesen, sőt évtizedeket áldoztam a tanulásomra. Érted? Most a legtöbb ember egy megveszekedett huncut vasat se áldoz a saját fejlődésére, tanulására. Vagy rosszul látom? Gondoljátok végig, mi akarsz lenni? Vagy mi lesz azokkal, akik nem jutnak be az aranykorba? Tehát akik nem hajlandók fejlődni. Tehát, hogy világos legyen ez a kérdés. De elég régen figyelem meg a halálozásokat. Hát vagyok elég koros ahhoz, hogy ezt már régóta csináljam. Mondhatjuk azt, hogy több mint 30 éve figyelem a halálozásokat. És elsősorban azokat, akiknek még nem jött volna el az ideje arra, hogy meghaljon. Tehát magyarul még nem annyi idős volt, hogy, mert ugye mit szoktak mondani, mit tudom én, már valaki betöltötte a 80 évet, hát akkor az már szép kor, és már persze, hogy meghal, vagy 90, hát még inkább ezt mondják. De valaki még, mit tudom én, 40 vagy 50 éves, arra nem szokták azt mondani, hogy szép kort megélt. És már nem csoda, hogy meghal. Na, én főleg azokat tanulmányoztam, akik korábban haltak meg. Senki nem véletlenül halt meg. Mit jelent az a nem véletlenül? Persze azt mondod, hogy nem véletlenül, hát balesetben vagy betegségben nem véletlenül. Mind
nem csinálta azt, amit neki csinálnia kellett volna, nem élt a képességeivel. Érted? Mind. Aki meghalt, azt kivonták az élők sorából. Ugyanúgy, hogy a születésünk nem tőlünk függött, elsősorban, ugyanúgy a halálunk sem tőlünk függ elsősorban. Ugye ilyen mesékben meg filmekben látni olyat, hogy mit tudom én, kaszás, meg ugye a, mit tudom én, a halálkapujának, vagy mit tudom én, minek a pokolkapujának az őrzője, meg ilyenek, tehát ott ilyen mitológiai személyekben is vannak olyan megjelenített istenségek, akik a halál urai. Jó, tehát ezáltal már te is láthattál valami hasonlót, csak hogy ezt a dolgot tisztázzuk, te nem születtél volna le. Mi az, hogy leszülettél? Ha nem a tested. A tested az kibújt édesanyádból. Benne van egy lélek. Hogy vagy tisztában a saját lelkeddel? Hm? Tisztában vagy azzal, hogy van lelked? Ezt a szót már biztos, hogy hallottad, nem? Sőt, ugye, milyen érdekes, még ragot is rakunk hozzá, például, hogy lelkes, nem? Ha valaki lelkes. Tehát, honnan van a lelked? Honnan van a lelked? Honnan van? Gondolkodtál már ezen? Mit csinált például a lelked ez élet előtt? Mit csinált? Mit gondolsz a saját lelkedről? Miért tudsz gondolkodni? A többi élőlény miért nem tud gondolkodni? Hm? Hát azért, mert van a lelked. Tehát ők bennük csak életerő van, életenergia van. Benned van életenergia is, meg lélek is. A lélek az egy értelmes energia. Tehát egy értelmes energia. Érted? Értelmes energia. Tehát nagyon érdekes, hogy értelmes, érted? Ugye ez megint csak rokon értelmű szó. Szóval a lényeg az, hogy értelmes energia. És ezen a bolygón csak az emberben van értelmes energia. Más lényben nincs. És hova lesz, ha meghal az ember? Hova lesz az értelmes energia? Hol volt előtte, mielőtt nem éltél az értelmes energia? Tanultál fizikát? Ki az, aki nem tanult fizikát? Tegye már fel a kezét. Nem tanultál olyat, hogy az energia nem vész el, csak átalakul? Hm? Hát ami azt jelenti, hogy ha van értelmes energia benned, amit léleknek neveznek, az hova lesz, ha meghalsz? Hm? Nem tud elveszni, mert az energia nem vész el. Az azt jelenti, hogy kikerül belőled. És hova lesz? Nem tűnik el, eltűnni nem tud az energia, gondolkozz. Megállapított tény, hogy az energia nem vészel. Oké? Tehát elégetsz egy tárgyat, és az különböző dolgokká változik, érted? De a bennünk lévő értelmes energia az nem változik meg. Az létezett a te testedben is, létezik akkor is, mikor kikerül belőle. És akkor utána rögtön felvetődik a kérdés, és mi volt előtte? Hát az energia, az csak az energiából tud létrejönni, a semmiből nem tud létrejönni energia. Hát ugyanúgy, ahogy az energia nem tud eltűnni, az nem is tud a semmiből létezni. Tehát ez oda-vissza igaz, csak erről senki nem beszél. A semmiből nem tud létrejönni egy energia.
Világos ez? Az úgy tud létrejönni, hogy van, ami azt jelenti, hogy max át tud alakulni, mert ugye tanultuk, hogy az energia az nem vész el, csak átalakul. De az értelmes energia, amivel van értelme, miért alakulna át? Ha bolond lenne, mert egy nem értelmes energiát fogja és egy értelmes lény átalakítja, érted? És mint tudom, eltűzelés, akkor lesz belőle különböző halmazállapotú valami, érted? De egy értelmes energiát, gondolkoz logikusan, egy értelmes energiát, amikor kikerül egy testből, miért alakulna át? Hiszen értelmes. Miért alakulna át? Bolond lenne átalakulni. Ami azt jelenti, akkor hogy jöhetett ide? Nem jöhetett létre egy nem értelmes energiából. Logikus? Mert a nem értelmes energiából soha nem lesz értelmes energia. Világos ez? Tehát ezáltal már akkor is, mikor belét került, a testedbe került ez az energia, már akkor is értelmes energiaként létezett. Logikus? És akkor hol volt előtte? Vagy hol lesz utána, hogyha már nem ebben a testedben lesz ez az értelmes energia? Hát létközi állapotban, ezt úgy hívják. Ezt úgy hívják, hogy létközi állapot. Két lét közötti állapot. Ami tudod micsoda? Miről számolnak be azok, akik meghaltak, és emlékeznek arra, tehát visszajönnek, és emlékeznek arra, hogy mi volt, amíg meg voltak halva. Érted? Mit mondanak? Gyakorlatilag nagyon hasonlót. Mind. Mind nagyon hasonlót mond. Tehát az összes ilyen elbeszélés nagyon hasonlatos egymáshoz. Persze a legtöbb ember, aki meghal és visszajön, nem emlékszik. Mert nem teszik neki emlékezetessé. Az, hogy valaki emlékszik, az nem véletlen. Oké? Tehát aki úgy jött vissza, hogy emlékszik arra, hogy mi volt odát, az nem véletlen. Tehát visszajön, és emlékszik, és elmondják gyakorlatilag nagyon hasonlót. Miért? Mert az egy virtuális valóság, amiben belekerülnek. Ezért ugyanolyan? Vagy szinte ugyanolyan? Tehát egy létrehozott virtuális valóság a lélek számára. És ebből a virtuális valóságból visszajön a lélek, beszáll a testbe és él tovább. És ezáltal a legtöbb olyan, aki emlékszik, hogy mi történt a halála után, és ugye visszajön, annak meg is változik az élete. Mert ott kap valami instrukciót arra, hogy változnia kell, miben kell változnia. És az illető nem változik meg, akkor fogják és így kivonják az élők sorába. Oké? Nekem erre van példám, konkrét rokonom, aki meghalt, visszajött, elmesélte, hogy mi volt a létközi állapotban, és utána nem teljesítette azt, amit kellett volna teljesíteni, ki is vonták az élők sorába. Oké? Szóval lényeg az, hogy van benned egy lélek. Milyen célra? Azért, hogy pénzkölcsön. Azért, hogy túléljen. Hát ennek meg kell túlélni. Hát előtte is létezett, utána is létezik, most is létezik. A léleknek nem kell túlélni, mert az túlél. Tehát nem kell pénzt költeni. Annak a léleknek nincs szüksége kajára. Nincs szüksége vízre. Nincs szüksége melegre, hidegre. Nincs szüksége. Tudod, mire van szüksége a léleknek? Egyetlen egy dologra. Na mire? Szeretetre, így van. Szeretetre van szüksége, és illetve még egy dologra. Na még mire?
tudásra. Így van. Két dologra van szüksége. Most gondold végig, az előző életedben meghaltál, és volt egy előző életi tudásod. Ha itt a Földön haltál meg. Mert ha nem a Földön voltál, akkor nem haltál meg. De érdekes. Tehát ha Földön voltál előző életedben, akkor meghaltál. Ha nem a Földön voltál előző életedben, akkor nem haltál meg. Akkor mi történt, ha nem a Földön voltál az előző életedben? Régiek? Kiléptél a testedből. Így van. Fogtad és ott hagytad a testedet. És ide jöttél a Földre, és fölvettél egy új testet. De mi lett a tudásoddal? Elmentették. Elmentették a tudásodat, az összeset. Elment a tudásod, elmentették. Miért? Hát miért mentik el? Hogyha oda kerülsz, visszakaphatsz. Mondom, ha oda kerülsz. Hát ha egyáltalán oda kerülsz. Vagy te neked az az életfeladatod, hogy inkarnálódj, inkarnálódj, inkarnálódj. Mondhatnánk azt, hogy mókus kerék, vagy mondhatnánk még tovább, szenvedj, szenvedj, szenvedj. Hát megnézzük az én fiatalkoromat. Százszor jobb volt, mint a mostaniak fiatalkora. Százszor látom, hogy mostaniak hogyan, mostani fiatalok hogyan élnék, élnek most, nem cseréltem volna velük. Százszor jobb fiatalkorunk volt. Pedig neked nem ezt tanították az általános iskolában, meg a középiskolában, tuti, hanem azt, hogy milyen elnyomás volt akkor. Most sokkal nagyobb elnyomás van, mint akkor volt, mikor én voltam fiatal. Sokkal nagyobb elnyomás van. Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan fajta világ van, ha megnézed, ahol nem jobb lesz az új generációknak. Hát van egy szabály ezzel kapcsolatban. Tehát hogyha jön egy generáció, 25 év egy generáció egyébként, jön egy generáció, és gyerekek születnek annak a generációnak, de elszúrják. Az elszúrt generáció még jobban elszúrja az ő gyerekeit. Ezt akik idősebbek, látják. Akik átlátnak mondjuk 2-3 generációt, azok látják. Csak te nem látod fiatalként. Hogy minél jobban elszúrták a generációt, annál jobban elszúrja a saját gyerekét. Vagy rosszul látom? És sajnos ez van. Tehát ugye én látom, láttam az előző generációt, az előtti generációt is láttam. Ugye a nagyszüleim voltak az előtti generáció, szüleim az előttem lévő generáció. Rálátok már a következő generációra, meg az utána következő generációra, sőt, már a legeslegújabb generációt is látom. Ami azt jelenti, hogy ez hány generáció? Tehát kettőt láttam idősebbet, meg a sajátomat, meg hármat látok, tehát hogy kettőt, meg a sajátom, meg hármat látok még. Az hat. Én 6 generációra rálátok, és ha te ilyen korú vagy, mint én, vagy közel ilyen korú, akkor te 6 generációt látsz. Oké? Vagy láttál, mert lehet, hogy már nagyszüleid nem élnek, nekem sem. Oké? Hiszen, ugye mikor indult a legújabb generáció? Emlékeztek rá? 18, így van. A legújabb generáció az 2018. Tehát az a 6. generáció, amire az én korosztályom rálát. Érted? Gyerekként ráláttunk a nagyszülőnk generációjára teljesen. Tehát ezt miért mondom? Azért, hogy lásd, hogy nem álomvilágban kell lenni, hanem azt kell látni, hogy egyre rosszabb és rosszabb, mert egyre rosszabb, tehát rosszabban nevelik a gyerekeket a felnőttek. Érted?
Tehát én még nem egy fogyasztói társadalomban nőttem föl, ha te fiatal vagy, te meg a fogyasztói társadalomban nőttél föl. Tehát én még felnőtt voltam hosszabb ideig nem fogyasztói társadalomban. A fogyasztói társadalomban egy a lényeg, hogy te minél többet pénzt költs, minél kevesebbe kerülj, és minél nagyobb szolga legyél. Vagy minél jobb szolga, inkább azt mondanám. Ez a lényeg. A fogyasztói társadalomnak ez a lényege. Hogy szolgákat neveljen. És ha te alkalmazott vagy, vagy kényszervállalkozó, akkor bocs. Lehet, hogy fájni fog, szolga vagy. Akkor jó szolgát csináltak belőled. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, nem lenne dolgunk? Nem tudom, te jó embernek tartod-e magadat? Én annak tartom. Nem kellene valamit azért tenni, hogy egy jobb világ legyen? Vagy majd magától létrejön egy jobb világ? Itt van ez a 4000 éve, ami több mint 4000 éve, azt mondja, hány ezer éve? Mikor volt a vízözön? 4700 éve volt a vízözön. Azóta van ez az emberiség. Mikor oldották meg az emberiség helyet, mondjuk a fentiek? Vagy a földön kívüliek? Bármit is. Mikor? Vagy, kérdezem, a hatalom. Mikor oldotta a földi hatalom? Mikor oldotta meg az emberiség sorsát? Hányszor és mikor? Egyetlen egy megoldás van, ha az emberek akarnak egy jobb társadalomban élni. Saját, mindenkinek saját személyes fejlődés. Nincs más út. Az azt jelenti, hogyha az ember fejlődik, maga, saját maga az ember, akkor egyre jobban csinálja a dolgait. És ha mindenki ezt tenné, akkor lenne egy szép világ. Na ez lenne az aranykor. Csak aki nem akar fejlődni, azt az élet és halál urai, azaz a fentiek, kivonják az élők sorából, mint eddig mindig láttam. És ezt tudod mit jelent? Hogy rengeteg hozzátartozódat fogod elveszíteni hamar. A következő, hány évünk van addig? 13 évben. Oké? Okay? Rengeteget. Nem csak hozzátartozódat, ismerőseidet, barátaidat, rengeteget. Oké? Okay? Ha te fejlődsz. Ha nem fejlődsz, akkor magadat is elveszted, ennyi. Semmi gond nincs azzal. Akkor te is mész ugyanúgy, mint a többiek. Ez nem ijeszgetés. Nehogy azt higgyétek, hogy ez ijeszgetés. Ez figyelmeztetés. Tudod, mi a különbség az ijeszgetés a figyelmeztetés között? Az ijeszgetésnek kicsi az esélye. A figyelmeztetésnek meg az esélye nagyobb, mint a nem megvalósulása. Érted? Tehát gyakorlatilag nekem azt mondták a fentiek, hogy ők gondoskodnak arról, hogy azok, akik nem hajlandók tanulni itt a következő 13 év során, azokat szépen fokozatosan kivonják az élők sorába. Nem kell elhinned, majd meg fogod tapasztalni. Oké? Okay? Van, akik azt mondják, hogy én ijeszgetek. Ez nem ijeszgetés, mondom még egyszer, figyelmeztetés. Akkor ijeszgetés lett volna ez az időszak, amiben beérkeztünk 2020 márciussal? És én ezt előre mondtam, akkor az ijeszgetés volt? Nem. Figyelmeztetés. Mit mondtam az embereknek előtte már 5 évvel? Tartalékoljanak. Méghozzá azt is mondtam, hogy hogyan, miként. Oké? Okay? Aki ezt megtette, az most könnyen van. Aki nem tette, az így járt. Oké? Okay? De miért kellett? Előtte nem mondtam ilyeneket, hogy tartalékoljon. Miért nem? Mert nem kellett mondani. Mert nem volt olyan világ, amire tartalékolni kellett volna.
De előtte, azelőtt, 2020 előtt, 5 évvel már elkezdtem ezt mondani, hogy tessék tartalékolni. Mert jön a nehéz világ. Tudod, honnan tudtam? De egyébként, ha nem súgják meg, akkor is 90-es években nem súgták meg, hanem demográfiával kellett foglalkoznom. És a demográfia az nem hazudik, a számok azt mondják, nem hazudnak. És abból pontosan ki lehetett számolni, hogy a demográfia hogyan fog alakulni, mikorra. És mikor lesz az a gazdasági válság, aminek be kell következni a demográfia változása miatt. Tudod, mi a demográfia? A születési arány és a halálozási arány közti különbség, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mennyi, és benne van az idősek természetesen. Tehát a társadalom előregedése. Tehát az azt jelenti, hogy mennyi ember fog eltartani mennyit. Ezt jelenti a demográfia. Érted? És abból gyönyörűen lehetett látni, hogy mikorra fogy el az, hogy kevesebb ember születik, és nagyon sokat kell eltartani. Hát mit gondoltok, miért emelik a nyugdíjkorhatárt? Csak azzal nem oldják meg a munka nélküliség problémáját. Tehát ami azt jelenti, hogy minél jobban kitolják a nyugdíjkorhatárt, annál több munkanélküli lesz. Ezt most Magyarországon úgy oldják meg, hogy ne legyen nagy számú a munkanélküli, hogy 2 hónap után kiveszik a munkanélküli státuszból. Érted? És onnantól kezdve nem munkanélküli. Mert kikerült a státuszból. Képzeld el, mikor 2 év volt a munkanélküli segély, addig 2 évig benne volt a munkanélküli státuszban. Most már csak 2 hónapig van benne. Az nyilván sokkal kevesebb statisztikailag az a szám, hogy mennyi a munkanélküli. És akkor mondják, hogy milyen kevés a munkanélküli. Hát persze, meg kikerülnek. 2 hónap után kikerülnek a státuszba. És már nem munkanélküli. Tehát minden, hát a statisztikával úgy lehet játszani, hogy akarják. Tehát lényeg az, hogy át kell látni, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol sokan nem dolgozó, sok ezáltal az eltartott, és egyre kevesebb a dolgozó. És ugye nehogy ma azt mond nekem, hogy ez normális működést tud létrehozni. Hát ha normális működést tudott volna létrehozni az országokba, akkor az országok nem adósodtak volna el. És kik adósodtak el elsősorban? A nyugati országok. A fejlett nyugati országok. Beleértve minket is. Oké? Miért? Mert az élet, a lakosság életszínvonalát hitelből tartják fenn. És ebben a legjobbak az amerikaiak. Egyfőre esően is, meg összességében is, annak ellenére, hogy nem a legnagyobb nemzet, mégis nekik a legnagyobb az adósságállományuk. Miért? Mert hitelből tartják fent a lakosság életszínvonalát. Oké? Tehát az nem lehet fenntartani sokáig, hogy egyre kevesebb a dolgozó, és egyre kevesebb, vagy egyre több a nem dolgozó. Nem lehet fenntartani. És ez a demográfia. Én ezt láttam 94-től már. Mert 94-től ilyennel kellett foglalkoznom. Oké? Szóval lényeg az, hogy érdekes világban élünk, de reálisan kellene látni a dolgokat. Tehát azt is reálisan kellene látni, hogy előtte volt 6 emberiség, és ott voltak az okok, hogy miért törölték. Ha egy emberiség rendesen működik, akkor azt nem törlik. Világos ez? És szerinted ez az emberiség rendesen működik? Hát a jó emberek nem csinálnak semmit. A jó emberek várják, hogy majd jönnek az UFO-k, vagy a Jóisten, vagy majd Jézus, vagy tudom, a hatalom, vagy majd bármi más megoldja. Nem ezt csinálják a jó emberek? Nem csinálnak semmit. Várakoznak. Imádkoznak. Ki ez? Azt se tudják, hogy ki ez imádkoznak.
gondold végig, nem tudják, hogy kihez imádkoznak. Hát gondold végig, hányféle vallás van, amely imádkozik valamilyen Istenhez. De érdekes, majdnem mind máshoz. Nem egyhez, hanem mind máshoz. Hogy van ez? Honnan tudják azok közül, melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb? Jó kérdések, nem? Gondolkoztam már ilyeneken? A vallások egy dologra jók, hogy megosszák a társadalmat. Semmi másra. Ugyanez a nyelv, az is megoszta a társadalmat. Ugyanez a politika, megoszta a társadalmat. Vagy rosszul látom? Még a sport is megoszta az embereket, ott már nem a társadalmat oszta meg, csak az embereket. Hát van egy csomó megosztó tényező. Nem talán az egységre kellene törekedni? Hát régen a bolygón egy nyelv volt. Nem sok nyelvűség volt, és ez tény, utána tudsz nézni. Egyetlen egy nyelv volt. Egy ős nyelv. Addig tudott ugye egység lenni, míg egy nyelv volt. És azzal kezdődött a megosztás, hogy egyesek kitalálták, hogy na jó, akkor osszuk meg a nyelvet, hogy ne tudjanak rajtunk uralkodni mások. Szóval egy érdekes történetem van ennek az egész történelmet. Imádom a történelmet egyébként, világéletemben nagyon szerettem, valószínűleg azért, mert jó volt a történelemtanár általános iskolás korban, és ezért ugye megszerettette velem a történelmet, és ezért sokat foglalkoztam a történelemmel, de elsősorban ugye olyan történelemmel, ami minden emberre vonatkozik, tehát nem csak egyesekre. Sose értettem egyébként, hogy történelem órán miért nem a magyar történelmeről tanulunk a legtöbbet, miért mindig mindenféle egyéb más népeknek a történelméről. Sose értettem, hát most már értem, persze. Szóval lényeg az, hogy mondhatnánk azt, hogyha te most hallgatsz engem, akkor kaptál egy utolsó esélyt. Nem azt jelenti, hogy meghalsz, most ne érts félre, nem. Csak nincs más esélye ez a bolygón. Tehát mi foglalkozunk azzal, hogy bevigyük az embereket az aranykorba. Senki más a bolygón nem foglalkozik ezzel. Senki. Tehát ez az utolsó esély, azt jelenti, hogy vagy velünk jössz az aranykorba, vagy nem tudsz bekerülni az aranykorba. Tehát most gondold végig, az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol senki nem tud annyit az aranykorról, mint én. De tényleg, az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol mindenki képes feltétel nélküli együttműködni egy másik személlyel. Bőrszintől, nemtől, identitástól, mindentől függetlenül. Érted? És akkor azt gondolják emberek, hogy majd több szálon, több csatornán majd be lehet jutni az aranykorba. És akkor hogy lesz együttműködés? Tehát még egyszer, hogyha mondjuk oda bekerül 1 milliárd ember az aranykorba, akkor az 1 milliárd ember közül az 1 milliárd képes arra, hogy bárkivel keresztbe kasul együttműködjön feltétel nélkül. Na most ezt csináld meg itt a bolygón. Akkor ugye mondanám, hogy miért pont mi? Keres egy olyan tanítót a bolygón, akinek van 9 évnyi tudása. Arra vonatkozóan, hogy hogyan működjön az ember, és hogy hogyan működik az élet, illetve hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember. 9 évnyi tudása. Keres, mondom, még egy ilyen tanítót a bolygón. Nem fogsz találni. És ha megnézed, ugye azt mennyi? 30 óra havonta, az egy évben durván 360, szorozva 9 évvel, 2000 valahány száz órányi tudás, ha jól számolom. Érted? Tehát ez nem nagy képűség, ez tény. Tehát ez tény. Tehát én tudom magamról, mit tudok, tudom magamról, hogy hova tartok. Az aranykorba például úgy fog működni, hogy senkinek nem lesz főnöke. Érted? Nem lesz olyan, hogy főnök és beosztott.
olyan lesz, hogy az emberek fogják és megbeszélnek egymással dolgokat, és utána teszik a dolgokat főnök nélkül, képzeld el, és nem kell ellenőrizni, hogy megteszi-e vagy sem, mert mindenki meg fogja tenni, érted? Tehát nem lesz szükség olyanra, hogy például miniszterelnök, ezt add össze, meg király, meg államelnök, meg miniszterek, nem kellenek ilyenek. Na erre varjál gombot. Nem lesz olyan, hogy polgármester. Érted? Csak azért, hogy félre ne értsétek, hogy bármilyen pozícióra törnék majd az aranykorba. Nem lesz olyan, hogy pozíció. Érted? Szóval lényeg az, hogy én tudom, amit tudok, te meghiszel, amit hiszel. Ennyi, én át tudom adni, azt vagy elfogadod, vagy nem. De azt tudom, hogy akik velünk tartanak, az be fognak kerülni az aranykorba. A többiek, azok meg így jártak. És tudod, milyen jó dolog embereket fejleszteni? Sok mindent csináltam életemben, de ennél jobb dologgal nem találkoztam. És ugye most még 2026-ig van kiválasztódása annak, hogy kik lesznek a tanítók. Érted? Mert ugye aki tanító, azt követik. És akkor mondhatnánk azt, hogy vezető. De nem olyan, mint egy munkahelyen a beosztott vezető, nem. Nem olyan. Szóval 26-ig van ez a kiválasztódás. 2026-ig nincs messze. De egyáltalán nincs messze. És az alatt dől el, hogy kikből lesznek a tanítók. És mondhatjuk azt, hogy akik ugye sokkal több embert fognak tanítani. Mert ugye átlag 25 ember lesz a tanítói létszám, akit tanítanak. Az az egy átlag. Van, aki kettőt fog, van, aki meg a sokszorosát a 25-nek. Tehát tudod, milyen jó dolog az, mikor valaki mondjuk valamilyen problémája van, és te tudsz rá megoldást? Segíteni neki. Érted? Nem megoldani az ő problémáját, hanem olyan biztos módszert tudsz adni, amivel a problémáját meg tudja oldani. Az elmúlt 12 évben nem tudtak olyan problémával velem hozzám fordulni, amire ne lett volna megoldás és módszer. 12 éve kezdtem el az embereket tanítani, a külsősöket, mert előtte a vezetőknek tanítottam ilyen tudást. Tehát 2010-től a vezetőknek tanított, nem 2010-től, 2000-től 2010-ig vezetőknek tanítottam azt, amit most általánosan tanítok, illetve hát annak csak egy töredékét tanítottam akkor, mert folyamatosan kapom a tudást. Például előadás közben is folyamatosan kapom a tudást. Akik ugye itt tanulnak, ezt pontosan tudják. Tehát például vannak ugyanolyan témák, mert körforgásban vannak a képzések, van 26 nagy témánk, abból most 25-öt tartunk, tehát van 25 nagy téma, ami körforgásban van. Egy téma az több hónap, tehát például azt a témát, amit önbizalomteremtő coachnak hívunk, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, azt 5. hónapja csináljuk. Jó, van, volt egy olyan témánk ezelőtt, amit 8 hónapon keresztül csináltunk. Egy témát. Akkor számolt ki, hogy jön ki a 9 év. Jó? Hogy vajon kijön-e? Már vajon kijön-e? Szóval, tanítjuk az embereket, és ha hozzánk fordulnak vezetőkhöz, akkor segítünk megoldani a problémájukat. Úgy értve, hogy
tudást és módszert adunk ahhoz, hogy megoldják a problémájukat. És látjuk, hogy fejlődnek, érted? Emberek fejlődnek. És csodálatos dolog, mikor az emberek fejlődnek. Tehát egy csodálatos dolog. Semmivel nem tudom összehasonlítani. Tehát tényleg. Tehát az, mikor emberek fejlődnek és folyamatosan fejlődnek, érted? Vagy fokozatosan fejlődnek, mindegy, hogy mondom, ez egy csodálatos dolog. És lehetőséget biztosítottunk mindenkinek arra, hogy például legyen saját csapata. Saját csapata. Hogy gyakorolhassa a saját csapatán a tudásátadást. De az, hogy legyen valakinek saját csapata, az mindenkinek a saját döntése. Mi lehetőséget biztosítunk rá, az, hogy él vele, vagy nem él, az az ő dolga. Lehetőséget biztosítunk a megélhetésre az embereknek. Hogy kiszabadulhassanak az elnyomói környezetből. Mert egy ember az elnyomói környezetben keresi a pénzt, akkor mikor elnyomást kap, mindig visszaesik. Elveszíti a tudását. És ha valaki a lehetőséget kihasználja, akkor kikerülhet előbb-utóbb az elnyomói környezetből. De ha te szívesen dolgozol életed végéig az elnyomói környezetben, nekem aztán tök mindegy. Neked nem mindegy. Ha biztos szereted, hogy elnyomogatnak. Vagy ha főnök vagy, akkor te nyomogatsz el másokat, biztos jó. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan rendszer lett itt kialakítva, ami teljesen páratlan a bolygó történetében. Egy. Kettő, egy korszakot hozunk létre, ebbe te részt vehetsz, hogy kimaradhatsz belőle. De még egyszer ilyennel nem fogsz találkozni, az biztos. Ezért van az utolsó esély, érted? Tehát eddig nem volt korszakalkotás, most van, élhetünk vele, és mi élünk is vele. Itt az, hogy te élsz vele vagy sem, az csak rajtad múlik, senki máson. Ha élsz vele, itt lesz egy közösség, amely szeretet alapon működik. Oké? Itt a megoldásokat adjuk azoknak, akik itt tanulnak, és tudnak segíteni másoknak ők is a megoldásokban. Tehát, hogyha te még nem foglalkoztál olyan szinten emberekkel, hogy segíteni nekik hasznos tudással, akkor hidd el, hogyha ezt majd fogod csinálni, fogod élvezni. De mindenkinek azt javaslom, hogy ne menjen el a lehetőség mellett, bár mindenkinek a saját döntése nyugodtan elmehet mellette. Hát most gondold végig, hogy azért körülbelül 100 000-en nézik az előadásaimat összességében. Díjmentesen és nem díjmentesen. Azért nem hiszem, hogy az a 100 000 ember hülye ember. Lehet, hogy te ezt hiszed, én biztos, hogy nem. Oké? És azok magyar emberek. Oké? Nem feltétlenül Magyarországon élők, bár a nagy része az természetesen Magyarországon élő. Jó, tehát ne várd az első részben, hogy módszereket fogok átadni, az a második részre tartozik. A második részben viszont kapsz bőven módszereket. Tehát ezáltal ugye a második rész és az első rész az lényegesen eltér egymástól. Most tartunk egy 30 perc szünetet, és következik az önbizalomteremtő coachképzésünk következő része, egészen 8:45-ig. Mindenkinek további szép estét és jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!
Köszönöm szépen!